Egész életemben, ebben a két ágazatban, a Baromfiban és a Sertésben dolgoztam a legtöbbet, de azért sok munkám kapcsolódik a haltenyésztéshez is, főleg úgy tiszhalfajtákhoz, és a gimszarvas tenyésztés is egyik szívem csücske, amit kb. 20 éve kezdtem el. Tulajdonképpen egész életemben, hiába voltam én egyetemi oktató és kutató, a legfontosabb elvem az volt, hogy szorosan dolgozzak együtt a gazdaságokkal, a gyakorlattal. De mindig arra törekedtünk, hogy hatékonyabb legyen, egységnyi állati terméket mennél kevesebb takarmányból, mennél kevesebb energiafelhasználással lehessen előállítani. Mert mennél hatékonyabb egy állat egyed a termelés szempontjából, annál kevesebb erőforrását fogyasztja el a Föld lehetséges potenciális természeti kincshálózatának. Egyben biztos vagyok, hogy azok fognak tovább fennmaradni, akik képesek az adott kor magas színvonalú technikai műszaki hátterét és a szellemi háttereit is megteremteni. A legizgalmasabb része a pályafutásomnak az volt, amikor az orvostudományi diagnosztikai eszközöket telepítettem, a legfejlettebbeket ide az egyetemre, Kaposvárra, és elkezdtük az állatnemesítésbe használni. Nagyon büszke vagyok arra, hogy azt hiszem ebben Guinness rekordom van, hogy 1963 óta, mind a mai napig Bábolnával dolgoztam a Baromfi tenyésztésben szorosan együtt, mint intézmény is és személy szerint is a tenyésztési programokban, és a tavalyi évig még a kutatási programban jogutó Tetránál is benne voltam. Azt hiszem, hogy ez egy igen hosszú múlt, és nagyon-nagyon sok érdekes eredményt hozott, és mutatja azt, hogy én borzasztó kötöttem a vállalatokhoz.